Nos, megtaláltam az utat, közben egyszer össze is omlott a játék valamiért, fingom sincs. De megvan az út, az a lényeg. Oké. Jó van, titeket leszedünk, mert... kicsit sok embert riasztottam magam körül. De egyszerűen én is fel nem lehet tartozgatni mindenkit. Na. Ez sem be kellett induljon egy riasztó. Nem találom a riasztó. Ez a gáz. Hát mindenki aztán jó sok emberrel jött erre a partira. Azt meg kell, hogy hagyjam. Inkább le kellett volna őket tartóztatni, komolyan mondom. Amúgy az egyik részben volt egy dísz egy udvaron, és ez pontosan úgy nézett ki, ez a dísz, mint egy... Ugye mondom, az a dísz, ez pontosan úgy nézett ki abban a részben, mint a Dead Space-ben a Marker. Meg nem tudja, mi a Marker, az játszott a Dead Space-szel, de az egyik udvaron, az egyik dísz, ez pont úgy nézett ki, mint a Dead Space-ben a Marker. Itt ugye lehet, hogy még belefutunk. Jó, faszom, menjünk meg. Már uncsi a sztori. Ó, Istenem, most komolyan! Lendaphone. Na, megszólalt riasztó, megszólalt anyám kínja. Ide. Valószínűleg följebb kéne mennem. Ja, hát persze, ezt a bűnözők csak úgy lazán itt hagyják. Üldizetlenül még ők. Kurvákkal partiznak valahol. És mi fogadjunk, hogy ó, legalább ez, legalább ez, hogy a pénz alá rejtjük. Tök láthatatlan lesz az egész. Több mi valószínű. Obviously, you have no idea who I am, because if you did, you would not be stealing from me. Maybe I don't scare that easy. Well, you look Mexican, so I'll assume you're a burglar. Mexico. But I'm also assuming you're not the average burglar. There are a lot of vulnerable properties in this neighborhood, but you picked mine to rob. Why is that? I wonder. Hey, seemed like a challenge. Well, let's up the challenge. I just pushed a button. Which means about a dozen coked up psychopaths with automatic weapons are heading your way. You scared yet? Doesn't seem like it. Not from where I'm standing. Oh no, this is very clever of you. A two-man job, huh? So to speak. Hats off to you. Really. But you twits better take all the cash you can carry and spend it fast. Buy gold. Buy a goddamn sailboat, because I'm not gonna stop coming for you. Ever. Jó, micsoda. Fenyegetés, azt hiszte, hogy ki akarjuk itt rabolni a dolgokat. That's not gonna work. You got bad guys coming at you. Aha, mert nem tudja kikapcsolni a riasztát. Hát ez milyen gagyi már. Ez is szokatletes. Oh shit! What the
ki kell ugorni az ablakon is. Jó, megrángották a kamerát, hogy úgy tűnő, hogy a csaj nagyon tud ütni. De egy ilyen 50 kilós csajszi vajon mekkorát tudhat ütni. Jó, inkább nem is akarom már tudni. Ennyi volt a rossz fiú áradat? Akkor jó. Figured you probably use a hand back here. Thanks, by the way. We should go. What the hell did Dawson's daughter do to you? Let's just say I wasn't always the kind of person who would fuck over her partner. Fair enough. Just so you know, this isn't about killing Doss. Not for me. Okay. What's it about then? For you? I want him ruined. Because that's what he does. He ruins people. And Stoddard? Tönkre akarja tenni. Stoddard, I'm fine with just killing. Tönkre akarja tenni a rendőrkapitányt, a lányát meg akarja ölni. Rövid. After tonight, Stoddard's gonna be coming after us. Na jó van. Ez is megvolt. Jöhet a következő rész. Semmi extra. Haladunk, hogy elkapjuk a rendőrkapitányt. Ennyi a... a történet egyelőre. Hey, did you guys see the news? What, the Rourke thing? Apparently, you two caused $3 million worth of damage. The guy literally lives in a glass house. $3 million veszteséget okoztunk a fickónak az előző részben. Where Dawes is keeping his dirty money? Your little tracker scheme worked? Now right here, this is where Kai's phone wound up. Dawes' corporate HQ. I mean, the place is a beast. We're talking private elevators... Na, hát végül is Dawes az egésznek a feje, ahogy nézem. And this is a work order for a vault that was installed in the penthouse... És most kaptunk a űrgéttől, ettől, hogy őtől le egy helyet, ahol a rendőr főkapitán tartja a mocskos pénzét. So we don't blow it open. Or do we? Now I used to hang with some folks that have an auto dialer. It's like a safe cracking robot. They called it the Brute. I mean, the thing is fast, man. It could power open any combination safe. Call him. Tell him we need to borrow it. I already did. We just need to pick it up. Way to come for a safe cracker. You really used to live out here? Oh yeah. I was a little screwy after the army. You know, made a local friend. So I hung around for a while. Don't ask, don't tell, huh? Oh, that's fine. What'd you do in the army? Intelligence analyst. But no skills to work, I see. Look, you try getting a straight job with a dishonorable discharge on your record during a recession. It's a long story, man. Nagyon izgalmas történet arról, hogy katona volt és dezertált. What about you, man? What's your story? Oh, Marcus! Oh, you got a little fat. What? You got a little looking good. I'm gross. If I wasn't covered in dust, I'd need like SPF 5800 out here. Nagyon izgi. Oh, sorry. This is the front. Ogy kapoljanak sorra. I'm Nick. So do you have the safecracker thing or not? No, we have to go to the compound to pick it up. Oh, the compound. I thought you were gonna, is your dad gonna be there? Oh my god, he's not mad at you anymore. Really? I mean, he's not gonna pop the champagne when he sees you, but... So I guess we're gonna go pick it up then.
Úgy látszik, ő neki a csaja volt a csaj, és az apja valamiért mérges rá, de igazából semmi a lényegbetörő, ami a sztorihoz kapcsolódhatna. És most elmegyünk azért a cuccé, ami feltörné a rendőrfőkapitány széfjét. És ennyi az a történet. Most afelé a részfelé megyünk, amit láthattunk anno a gameplay trailerekben is, úgyhogy nagyjából tudni fogjátok, hogy mire számíthattok itt. The world is not your own personal diorama. He's over it. Lesz még egy fél óra vezetése, mire oda érünk a gyönyörű környezetben. Még azt sem mondhatnám, hogy a jó csaj ül mellettem. Na, gyerekek, aztán megvolt a tanulság. Azt kell mondjam, hogy a vezetésre figyeljetek, ne a mellek. Hát ez nagyon nagy volt. Jézus Mária. Amúgy nagyon szép a táj is, igaz? Nagyon-nagyon szép a táj, tök csinos minden. Szerencsére senki nem jár az úton. Na, ez epic fail volt, ez baza, jaj. Nagyon jó kis country zene, minden összeillik. Szép a single player, úgyhogy jó a környezet. Nem mondom, hogy fullosan, ha kihasználták a Frostbite Engine minden határait, de jól néz ki, és hangulatos a környék, a környezet, a város, és emiatt jó a játék. A sztori valóban jobb, mint a megszokott Battlefield sztorik. A probléma mindig ott van, hogy nem rugaszkodik el túlságosan a... Hop. Mi? Hogy feltartóztat minket egy szöges drótus? Most komolyan? De nagyon hangulatos naplementével, de a zenére egy kocsikázni, egyszer majd kipróbálom. Boone, the prodigal, etc. Hey, Mr. Albert, thanks for seeing us. It's the least I can do. And you must be Nick? Boomer says you got a machine that can brute force any combination lock. Well, certainly can, Nick. You just gotta give it a little time. Nick Mendoza, right? Oh, hey, look at that. Shit just got real. Look at that guy. A lot of people want to talk to you, Mendoza. Including a fella from L.A. named Stoddard. Say he'd pay 250 grand for you alive. He's coming here right now. Sorry, Marcus. Boys, what do you say we escort Mr. Mendoza and Marcus down to the presidential suite? Wait, you said just Nick. Look, Marcus isn't welcome here. He never was. Oh, baby, I'm so sorry. Peel her off this asshole before I puke. Oh, and Marcus, just so we're clear, race is not a factor here. My dislike of you is strictly personal. Na, hát most eladnak minket. Vérdíjért cserébe 250 ezeret ér a fejünk. Úgyhogy... most ki kell menekülni. Most hát értelmet nyert a gameplay trailer-et részlet. Azért vagyunk itt, mert hogy ennek az ürgenek ugye lett volna egy kódfeltörője széfekhez, de mivel vérdi van a fejünkön, így aztán inkább fogjul ejtettek minket és eladnak. Dune gave it to me when she hugged me. Dune? Who just set us up? Dune? Who set you up? She's she's actually really good people. Oh, sure. All right. Stay behind me. Na, kimenekülünk.